Nem csak a kvíznél, az ügyességi feladatoknál is fontos a gyorsaság. 5 megyei általános iskolából érkeztek csapatok a nyírségvíz versenyének döntőjére. A játékos vetélkedőt a Vízvilágnapja alkalmából szervezte a vízi közműszolgáltató. A korábbi években, amikor ilyen vetélkedőket tartottunk, jellemzően Nyíregyházáról, nyíregyházi csapatokkal, nyíregyházi iskolákkal dolgoztunk, de ennek a szemléletformáló kehopos projektnek ez része volt, hogy kilépjünk Nyíregyházán kívülre, hiszen a megyében mi 91 településen szolgáltatunk ivóvizet, és 75 településen vezetünk el szennyvizet. Tehát ezt írtuk a pályázati anyagunkban kifejezetten, hogy csillagszerűen Nyíregyházától Mátészalka, Kisvárda, Ébrány és Nyírbátor irányában is elindulunk, és onnan is megkérjük a csapatokat. Nagyon nagy partnerek voltak ebben az iskolák, és nagyon nagy köszönet illeti az igazgatókat és a felkészítő tanárokat is ezért, hiszen láthattátok, hogy mennyi mindent pluszban tanultak velük a megadott irodalom alapján. A vetélkedőre előre elkészített feladatokkal is készültek a csapatok. A plakátok és a rövid előadások az idei év központi témájáról, a felszín alatti vizekről szóltak. Ezeket is a szakemberekből álló zsűri értékelte. A plakátokkal kapcsolatosan nagyon érdekes volt számomra, hogy komplex gondolkodás van a gyerekeknek. Tehát nem csak az, hogy ismertetik a vizeknek a típusait, hanem megjelennek azok a hasznosítási módok, felhasználási módok is, illetve az ezekkel kapcsolatos problémák, a szennyezés, a túlhasználat, a készletcsökkenés is. A PPT-k nagyon szemléletesek voltak, a gyerekek nagyon szépen előadták, látszik az a tárgyi tudás, ami mögötte van, és ezt szemléletesen is el tudták mondani, példákkal, például a cseppkőbarlang, a gyógyvizekkel kapcsolatos dolgok, ezek mind-mind nagyon színesek, és látszott, hogy a gyerekek is nagyon motiváltak voltak. A döntőn 4 fős csapatok vettek részt, olyan 5. és 6. osztályos diákok, akik az iskolájukban lezajlott házi tanulmányi versenyen kiválóan teljesítettek. A gyerekek Nyírbátorból, Mátészalkáról, Kisvárdáról, Nyíregyházáról és Ibrányból érkeztek. Úgy gondolom, nagyon jó volt, kedvenc feladatnak mindegyiket szerettem, és mindenki nyertes, tanultunk, és tudásban gazdagabbak lettünk. A nyíregyházi döntőről a Kölcsei Televízió felvételt készített. A vetélkedőről készült összefoglalót hamarosan láthatják a nézők.